Köszöntöm nézőinket! A Víz Világnapján március 22-én tartott koncertet a Várpalotai Zeneiskola, melyen ezúttal vízhez kapcsolódó zeneművek, népzene, műzene és filmzene csendültek fel. A Víz zenéje címet kapta a zeneiskola soron következő hangversenye, melyet a 2021-2022-es tanévben útjára indított Zeneszerda koncertsorozat keretében szerveztek meg. A zeneiskola pedagógusai ezekre az eseményekre különböző tematikák mentén állítják össze a repertoárt. Ezúttal a március 22-i Vízvilágnapja adta az apropót. Nyári eső sokat ér, árok szélén kinyílott a pipiter. Zápor eső fut a réten, hosszú haja földig ér. Nyári eső sokat ér, árok szélén kinyílott a pipiter. Zápor eső fut a réten, hosszú haja földig ér. Nyári eső sokat ér, árok szélén kinyílott a pipiter. A megjelenteket Borbás Károly, a zeneiskola intézményegység vezetője köszöntötte. Ugye a víz éltető elemünk, ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy csínnyel kell bánni vele, mert fogyó eszköz, és nagyon szeretnék felhívni a figyelmet a víznek a fontosságára. Népzene, műzene és filmzene is felcsendült a zeneiskola koncertjén, amelyen a növendékek mellett a Tinódi Kamarakórus is a közönség elé lépett. Az eseményen Vacula Dominik előadásában elhangzott Petőfi Sándor a Tisza című verse, ezzel is tisztelegve a 200 éve született költő előtt. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély mámorba szenderült a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentő inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A vízzenéje címet viselő hangversenyen többek között Vivaldi, Handel és Offenbach szerzeményeit hallhatta a szép számú közönség.